Talán az ország első közösségi futásává nőtte ki magát az amúgy baráti kocogásnak induló program. A városban ilyen tájt szokták megrendezni az immáron 12. életévét betöltött bátaszéki triatlont. Cenc Péter és Szekretár János a hagyományokhoz hűen idén is fel akartak futni a Molyhos tölgyhöz, és ötletüket megosztották közösségi oldalaikon. A bátaszéki úszod átadása óta minden év megrendezzük a bátaszéki triatlont, de ugye most a körülmények miatt nem lehet ezt megrendezni, ezért a Szekretár Jánossal, aki ennek a pincészetnek a vezetője, gondolkodtunk, hogy hogy tudjuk ezt kibekelni, hogy tudjuk ezt pótolni, és akkor kitaláltuk, hogy innen rendezünk tőlük egy futóversenyt fel a Molyhoshoz. Hát kemény pálya, mert 6 km föl a Molyhosig, és 6 vissza. Próbáljuk ezt fröccsökkel, itt meg mindenféle bozzaitalokkal, meg vízzel, energiapótást, meg a meleget pótolni, de úgy gondolom, hogy jó hangulatú verseny, ezután itt mindenféle zsíroskény és süteményekkel várjuk a részvevőket, és szeretnénk ebből egy hagyományt teremteni, hogy itt a bátaszéknek, a környékbelieknek legyen egy jó futási lehetőségük. Úgy tudom, hogy mostanság még talán ez az első futóverseny itt, talán az országban se volt nagyon, tehát gondolom ki van, aki érzel, majd fussanak itt a részvevők is. Egy közösségi futásnak hirdettük meg, mert hogy nem tudjuk, hogy szabad-e versenyezni. Próbáljuk betartani a szabályokat, majd kérjük a részvevőket, hogy másfél-két méterre legyenek egymástól, és meglátjuk, hogy mi sikerül. Nem kell nevezni, ez olyan, hogy aki idejön, kedvet kapott hozzá, fusson, jól érezzük magunkat, beszélgessünk, utána, előtte, közbe, és azért meg kell izzadni, hogy a Molyhoshoz felfutni az egy kemény vállalkozás, tehát ezzetlenül nem lehet. Voltak olyan résztvevők is, akik nem csak futni jöttek. Kihasználva a tájadta lehetőségeket, triatlonoztak. Kerékpárral indultak Szekszárdról, úsztak szálkán, majd futottak Bátaszéken. A közel 50 fős csapatban egy híres magyar ultramaratonista, Orsós Ferenc is elvegyült. Az idén sok hivatalos verseny elmaradt, ezért több sportolni vágyó döntött úgy, hogy csatlakozik a felhíváshoz. Volt ennek egy hagyománya a Molyhos futásnak, és idén sok verseny elmaradt. Aztán futóbarátaimmal beszéltük, hogy meg kéne ezt egyszer futni, csak úgy magunk örömére, és akkor ehhez többen csatlakoztak. Cenc Péter barátom és a bátaszéki polgármester úr, Robi, és így kialakult egy kis családias futóverseny. Reméljük, hogy jól is fog sikerülni. Sokan itt vagyunk, úgyhogy örülünk ennek. A Molyhos futás az a bátaszéki úszodától szokott elrajtolni minden évben. Ott most nem volt verseny, nem volt triatlon verseny, és a helyszínt szerintem a Péter találta ki, hogy induljuk innen a borászatunktól, és érkezünk is ide. Ezáltal egy kicsit a táv hosszabb lett, 12 km, nem 7, de gondolom nem lesz probléma a futóknak. Én 8 éve futok, elég későn kezdtem, most 63 éves vagyok. Nagyon szeretem, ki vagyunk éhezve, az idén minden verseny elmaradt, ami idáig ugye be volt építve a futónaptárunkba, és hát ez az első, amikor közösségbe futhatunk március óta. Úgyhogy nagyon szeretjük, rendszeresen sportolunk, a családom és én is. Jó, jó dolog a futás. A szervezők szerint a sportot, legyen az bármi, soha nem késő elkezdeni, és csak az első 2-3 hónap a nehéz, aztán ez is egyfajta függőséggé válik. A felszabadult érzések mellett arra is oda kell figyelni a futóknak, hogy betartsák a másfél méteres biztonsági távolságot. Szekretár János szervező nem hiszi, hogy ezzel gond lesz. Attól tartok, hogy még több is lesz, mert itt vannak olyan futók, akik nagyon-nagyon élesek, és triatlonos barátaink is jöttek, ők nyilván a mezőny elején vannak, aztán mindenki a saját tempójában megy. Általában szét szokott húzódni a mezőny még komolyabb létszámú versenyeken, tehát itt nem lesz ilyen gond. Remélem sétáló nem lesz, mert 12 km nem kevés, de azért egy kicsit is edző futónak ez nem olyan komoly teljesítmény. A tempót kell jól megválasztani, és akkor nem lesz gond. Közel 50 ember indult mosolyjal az arcán hosszú idő után az első közösségi futására. De vajon a 12 km után is mosolyogtak?